Szigorodhat a gyermekvédelmi rendszer. A változtatások célja az, hogy minél inkább garantálják a gyerek biztonságát, az ellátórendszer pedig időben felfigyeljen a problémás esetekre. A gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése érdekében egyértelművé tennék azt is, kinek mi a feladata, ha veszélybe kerül egy gyerek. Szűrővizsgálat, találkozás a védőnővel. Meghatározott időközönként minden gyermekkel kapcsolatban van az alapellátás, és nyomon követik a gyerek fejlődését. A védőnők ismerik a család nem csak egészségügyi, hanem szociális állapotát és helyzetét is. Az új gyermekvédelmi törvényjavaslat többek között gyakoribbá tenné a szűrővizsgálatokat is, hogy ne csak az újszülöttek és a kisgyerekek, valamint a tanköteles korúak jelenjenek meg az ellátórendszer látóterében. A módosítás szerint az egyes betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szűrővizsgálatok 18 éves korig kötelezők lennének, arról pedig, hogy azon a gyermek megjelenjen, a törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal rendelheti el a szűrővizsgálatot, és erről tájékoztatják a család és gyermekjóléti központot, valamint a gyámhatóságot is. A szociális ágazatban a gyermekvédelmi feladatok és a családsegítés átalakítása már ez év elején elkezdődött. Ennek részeként a gyermekvédelmi szolgálatokat és a családsegítő központokat összevonták, a gyermekvédelemben pedig esetmenedzserek kezdtek el dolgozni. Folyamatos a változás tehát a gyermekvédelmi rendszerben, a családsegítésben. A stúdióban köszöntöm Lengyelné Pogácsás Máriát, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak az intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De most egy kicsit kérném, hogy ettől a státusztól vonatkoztassunk el, és mint gyermekvédelmi és családsegítő szakember is fog nekünk egy picit nyilatkozni, hiszen ez a bizonyos törvénymódosítás, ami már azért helye közel a parlament előtt is van, azt a célt szolgálja, hogy a gyermekvédelemben a jelzőrendszert megerősítsék. Mindenki előtt biztosan ismert, vagy ismertek azok az esetek, amik motiválták tulajdonképpen ezt a törvénymódosítást, és nem könnyű feladata van tulajdonképpen az intézményrendszernek, hogy ennek megfeleljen, mert hogy bizonyos pontokon össze kell hangolni a törvényt. Milyen területeknek kell szorosabban együttműködniük a jövőben? Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kényes terület, mert hogyha gyerekekről van szó, akkor elég egyetlen egy eset, egy gyerek éheztetés, egy gyerek bántalmazás, és akkor nyilván rögtön összeugranak a szakemberek, hogy mi az, amit nem tettünk jól, hol van az a hézag a jelzőrendszerben, ahol mégiscsak kicsusszant az a gyerek, akire nem figyeltünk oda időben. Én azt gondolom, hogy egyébként a jelzőrendszer a hétköznapokban, én merem azt mondani, hogy jól működik és gyorsan működik. A jelzőrendszernek a tagjai nagyon széles körben fel tudjuk sorolni, hogy elsősorban én kiemelném az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, elsősorban ugye az óvodapedagógusoktól elkezdve pedagógusokat, az egészségügyi szolgáltatásban a dolgozó védőnő, házi orvos, gyerekorvos, ugye a szociális intézmények, de akár a pártfogó felügyelők, és akkor még sorolhatom. Tehát, hogy az a feladatunk, hogy abban a pillanatban, amikor azt az apró jelet meglátjuk, hogy itt valami nem stimmel a gyerek körül, akkor rögtön a felelősséget fölvállalva, és ezt talán még a későbbiekben fogunk róla beszélni, a felelősséget fölvállalva egyből jelzéssel kell élni felénk, gyámhivatal felé, mert ahol már alapellátás keretében nem tudjuk gondozni, ott már a hatóságnak be kell lépnie. Na most ez a jogszabály, ugye már januártól, ahogy elkezdtünk nagyon-nagyon sok újdonsággal dolgozni, mint Család és Gyermekjóléti Központ, már ott a jelzőrendszerben is nagyon sok újdonság jelent meg. Járási szinten vagyunk illetékesek, mint központ, de Nyíregyházán szolgálatot is működtetünk, és ugye már külön van járási, jelzőrendszeri felelősünk, van települési szinten, minden egyes településen jelzőrendszeri felelős, akik gyűjtik a jelzéseket, továbbítják. És most nyilván történtek olyan dolgok, ami arra sarkalja a jogalkotókat is, hogy igen, még jobban szigorítsunk rajta. Konkrétan információim szerint a szankciók lesznek abban megjelölve, akár pénzbírságig eljutva, jelenleg is benne van az a munkaügyi felelősség, abban az esetben, hogyha valaki nem teljesíti jelzőrendszeri kötelezettségét. És akkor ezt hogyan lehet majd visszavezetni, hogy hol, melyik területen volt hiányosság? Ugye elsősorban a törvény
azért ezt is érdemes tisztázni, a szülőket fogja felelőssé tenni, hogyha mondjuk nem viszi el időben szűrővizsgálatra a gyermekét, vagy nem működik együtt az ellátórendszerrel, akár a védőnővel, de akár a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival is, és itt lesz majd az első szankció, az első lépcső. De hol lehet majd azt felkutatni, vagy megtalálni, hogy a hálózaton belül hol volt hiányosság esetleg? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a szülő felelőssége az egyértelmű, hogy az elsősorban azt kell megnézni, és hogyha a szülő nem tudja biztosítani azokat a körülményeket, amivel a gyerek testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődése maximálisan biztosított, akkor jönnek a szakemberek. Sokat beszélünk arról, hogy amikor a szülő ugye mondjuk beviszi intézménybe, óvodába, bölcsődébe, iskolába, akkor ott már rögtön belép az a pedagógus, aki foglalkozik vele, vagy az a szakember, mondjuk legyen ez egy pszichológus, vagy bárki, ahová elkerül a gyerek. Az, hogy kinél van a felelősség, vagy hol lehet megtalálni, ez is egy nagyon érdekes kérdés, és azért hangsúlyoztam az előbb a felelősséget, mert hogy az is előfordul, hogy nagyon nehezen vállaljuk be ezt a felelősséget, vagy pedig egy kicsit így, ha használhatom ezt a szót, így túltoljuk, és találkozunk ritka esetben olyan jelzésekkel is, mondjuk például, amik iskolákból jönnek, ami nem feltétlenül a jelzőrendszeri szakembereknek a feladata, hanem egyszerűen pedagógiai nevelésbeli módszerekkel megoldható. Tehát ilyen nagyon-nagyon kényes az egyensúly, hogy hol van az a pont, ahol még iskolán, óvodán, bölcsődében védőnő megtehet az ő kompetencia határain belül, és akkor onnantól kezdve nyilván azért volt egy olyan eset, ahol az is szóba jött, hogy ha nem kerül el szakemberekhez, és ha burkoltan a családon belül él a gyerek, akkor azért mégiscsak rájuk kell nyitni valahogyan az ajtót. Lehet az a szomszéd is, aki jelzéssel élhet, illetve azért vannak kötelező dolgok, kötelező oltások, egészségügyi intézményben való megjelenések, és itt kell nagyon szemfülesnek lenni, és igenis fölvállalva azt a felelősséget, hogy ezt a jelzést én most megteszem, egyenesen a hatósághoz, gyámhivatalhoz lehet fordulni. De meg lesz a joga a szakembernek meg erre. Így van. A jogszabály ezt is hangsúlyoz, illetve a protokollok nagyon szépen kiemelik azt, hogy na most mi újság van itt az adatvédelemmel, hogyha akár mondjuk egy szomszéd, vagy egy védőnő, vagy bárki jelzéssel ér, ebben az esetben az adatvédelmet úgymond felülírja azt, hogy a gyerek veszélyeztetve van, vagy veszélyhelyzetben van, és így nyugodtan, bátran meg lehet tenni a jelentést a hatóságok felé. Jó, akkor egy másik feladatkör az esetmenedzsereknek. Mi a feladatuk? Az esetmenedzserek a központban, tehát a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban, illetve az ország valamennyi központja, így van, járási szintű feladatokat látnak el. Hogyha ilyen nagyon illusztrálni szeretném, akkor a jogalkotónak az volt a szándék, hogy az esetmenedzser az enyebenye, a családsegítő pedig egy kicsit ez a simogató kéz a rendszerben. Mm. Tehát az esetmenedzser menedzseri az esetet, de már csak azokat, amelyeket alapellátás keretében nem lehetett gondozni, és a hatóságot be kellett csatornázni. Tehát ők azok, akik a hatósággal a kapcsolatot tartják, és ők feladatot osztanak le, mondjuk egy védelembe vétel esetén, feladatot oszt le a családsegítőnek, hogy a rendelkezésre álló egy éven belül, amikor a körülményeknek változnia kell, a családsegítő a család érdekében milyen segítséget tud nyújtani. Ő szolgáltat a családsegítő, az esetmenedzser pedig hatósági jellegű feladatokban koordinál, számon kérhet adott esetben. Van elég esetmenedzser, mert ugye a kisebb településeken, mondjuk a 4000 fő alatti településeken eléggé korlátozott a létszám. Csak a központokban dolgoznak az esetmenedzserek, tehát a járási központokban. A településeken szolgálatok működnek, ott pedig családsegítők dolgoznak és tevékenykednek. Így kvázi mi, a nyíregyházi járás, Nyíregyházán kívül a 14 településével, ez a mi feladatunk. Most 12 esetmenedzserünk dolgozik. Hát igen, az esetek száma az nagyon nagy. Az, hogy a jelenlegi leterheltségünk mellett a szakmában lehetőség van-e létszámfejlesztésre, ezt én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év és még a következő időszaknak az esetszámai fogják megmutatni. Megvannak erre azok a központi statisztikai adatszolgáltatók, ahol ezeket lehet mérni.
bele vannak terhelve, tény is való. Na hát ez az egy év, akkor valamiféle próbaév is lesz itt most e tekintetben, meg hát a változások folyamatosak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Én köszönöm szépen.